Sziasztok! A pénzzel kapcsolatban sokan és sokféle tanácsot megfogalmaztak már. Nyilván ezek között volt, amelyek jól, mások kevésbé jól működtek. Amelyek beváltak, azok között is találhatsz az örökzöldöken kívül olyanokat, amelyeket ma már jobb, hogyha inkább nem követsz, mert csak veszteséget okoz neked. Ma az 5 leggyakrabban előforduló, mára már elavult tanácsot nézzük meg. Felmerülhet benned a kérdés, hogy mitől válik elavulttá egy tanács. Elvégre a pénz 1000 éve is pénz volt, meg most is az. Nos, elég arra gondolni, hogy nem csak az ízlés, hanem a technológia is változik. Ezzel együtt változni fog minden, ami erre épül. Ami 20-30 éve még fikció volt és csak a moziban láttad, az ma már teljesen természetes. Nos, térjünk is rá az 5 mára már elavult tanácsra. Az első szerint az ingatlanod befektetés, épp ezért jobb, hogyha vásárolsz, nem pedig bérelsz. Arról, hogy mikor vegyél saját lakást, már volt egy korábbi videóban szó, így most csak nagyon röviden, tömören nézzük meg a lényeget. Az az ingatlan, amiben laksz, az nem befektetés. Elvégre attól, hogy nagy értékű, jellemzően nincs belőle rendszeres bevételed, kiadása viszont annál inkább van. Egy befektetésnek pedig pont az a lényege, hogy a segítségével a költségeken felül maradjon a sebedben is. Ha szigorúan csak a pénzügyi oldalról nézem, és eltekintek attól, hogy sokan úgy vélik, hogy valahány éves korra már saját ingatlannak kell rendelkeznie, akkor azt tudom mondani, hogy akkor vegyél, ha hosszabb időn keresztül maradnál az adott lakásban, nem terheli túl a saját költségvetésedet az esetleges hitel, és számszerűsítve olcsóbb akár a hitel törlesztő részlete, akár bármely más megnövekedett kiadás, mint az általánosságban tapasztalható albérleti díjak. Tény is való, hogy létezik kifejezetten befektetési céllal vett ingatlan, amin nyereséget is el tudsz érni. Ez viszont nem az, amiben laksz, hanem egy másik. Az ingatlan pedig egy befektetés típus, amely az értékpapírhoz képest más eszközosztály, kicsivel másképp viselkedik, de ugyanúgy szabályokat követ. Épp ezért vagy ugyanúgy értesz hozzá, mint bármely más befektetéshez, vagy csak a vak szerencsén múlik, hogy sikered lesz-e. Sokan a szomszéd, ismerős, internet kommentelő ráhatására vesznek befektetési célra ingatlant. Szerencsére a bankok komolyan megszűrik, hogy kinek adnak hitelt, így ha már ők is azt látják, hogy garantált a bukás, akkor nem adnak pénzt neked, és így megkímélnek téged a kudarctól. Ha már a hitel szóba jött, akkor nézzük a következő elavult tanácsot. Ez pedig nem más, mint hogy a diákhitel mindenképpen előnyös. A tudás, ha jól van használva, meghozza a gyümölcsét, és magasabb jövedelmet tudsz elérni a segítségével. Ezáltal megfelelő mérlegelés után akár iskolai, akár az iskola rendszeren kívüli képzésbe sokan fektettek már be úgy, hogy a nyertesek oldalán szálltak ki belőle. Mielőtt félreértesz, leszögezném, hogy sok fiatalnak a diákhitel az egyetlen lehetősége arra, hogy bármilyen iskolát elvégezzen, ezáltal fentebb léphessen. Így nem önmagával a diákhitellel van probléma, ez csak egy lehetőség. Mondjuk úgy, hogy egy eszköz. A gond ott kezdődik, hogy sok területre nem látsz rá, vagy ha rá is látsz, nincs rá hatásod. Ezek később viszont komoly terheket jelentenek a számodra. Itt jellemzően két probléma szokott előfordulni. A kedvező kondíciókat látva sokan megfeledkeznek arról, hogy a diákhitel, mint ahogy a neve is mutatja, egy hitel, amelynek ugyanúgy van kockázata, mint bármely másik hitelnek. Induljunk ki abból, hogy megfelelő pénzügyi fegyelemmel rendelkezik a főiskolás fiatal, azaz a tandíjon felül részt nem bulikra költi, hanem csak a ténylegesen szükséges dolgokra. Még ekkor sincsen garantálva, hogy ez egy nyerő ötlet. Sem arra nem vállal senki garanciát, hogy sikerrel végzi el bárki is az adott iskolát, arra meg pláne nem, hogy a munkaerőpiacon egy pályakezdő után két kézzel fognak kapni a munkaadók. Így pedig a visszafizetés ütközik nehézségbe. A másik probléma a diákhitelnél a törlesztés egyedi konstrukciója. Mivel az aktuális munkabérből vonják le százalékos arányban, így könnyen kijöhet egy olyan megoldás is, hogy ez még a kamatokra sem elég. Ekkor hiába fizeted, soha nem fog elfogyni. A fizetés viszont csökken, és bármely más hitelnél is fennálló tartozásként fogják figyelembe venni a diákhitelt is. Lehet ugyan trükközni, hogy feketén keresel pénzt, így nem vonnak le semmit. A diákhitel viszont nem évül el. Ezzel pedig egy egyre mélyülő gödörbe ásod bele magadat, mivel a saját nyugdíjaskori ellátásod is veszélybe kerül ezáltal. A hiteleknél maradva következzen a hármas számú versenyző. Ez pedig nem más, hogy addig ne fektess be, amíg hiteled van. Az egyik legnagyobb tévhit, ami a kamatos kamat rossz használata miatt számszerűsítve a legnagyobb kárt tudja okozni hosszabb távon.
Befektetésről nyilván csak akkor beszélhetünk, hogyha van miből, így itt nyilván alapfeltevés, hogy a hiteltörlesztés nem élezi ki a költségvetést, hanem ezen felül van még befektetési lehetőséged. Ennek nem kell soknak lennie, de induljunk ki abból, hogy legalább néhány százezer forint marad erre is éves szinten. Ekkor jellemzően három lehetőség az, ami elő tud fordulni. Az első, hogy értesz a pénzhez. Ekkor a befektetésedön általában magasabb hozamot érsz el, mint amit a hitel visz. Feltéve, ha nem várod meg, amíg a lakáshitel 60 éves korod után leketyeg. A hosszú távú tervekhez általában sok pénzre van szükség. Ha nem teszed ezért az utolsó fillérig megdolgozni, akkor a befektetéseid hozamait hívhatod ehhez segítségül. Minél hosszabb idő áll rendelkezésedre, annál jobban ki tudod használni a már említett kamatos kamatot. Gondolj bele, hogyha el tudsz érni éves szinten 10-12%-os hozamot, vagy akár még többet, a hiteled megvisz 6%-ot, akkor te valójában veszítenél, hogyha nem fektetnél be. Azaz neked kárt okozna, ha ezt a tanácsot megfogadod. A következő eset, hogy egyáltalán nem értesz a pénzhez. A jó hír, hogy ekkor sem kell kétségbe esned. Ha megoldást keresed, akkor kérhetsz szakmai segítséget mástól is, akár tőlünk is. Vedd fel a kapcsolatot velünk, hogy megnézzük, hogyan tudsz az előző pont táborához csatlakozni. Önállóan cselekedve egy ilyen esetben leginkább a befektetési alapok adnak neked kiindulási pontot akár aktívan kezelt, akár passzívan kezelt formában. Ekkor könnyen lehet, hogy bár nem érsz el olyan kiemelkedő hozamot, mint egy privát bankár segítségével tudnál, de ettől még a kamatos kamat hatása a tiéd lehet. A harmadik opció, hogy tényleg nagy a baj. Ha túlhitelezted magad, főleg, hogyha 10% fölötti THM-mel rendelkező hitelekből sikerült bespájzolnod, akkor tény is való, hogy először a legfontosabb, hogy egyensúlyba kerülj. Használd az adósságrendező hitelt vagy az előtörlesztést annak érdekében, hogy mi hamarabb múlt időben beszélhess erről. Felmerülhet benned a kérdés, hogy ha itt azt mondom, hogy rendezd a soraidat, akkor ezzel nem azt mondtam neki, hogy a hiteleid kifutására várj. Nem, erről szó sincs, ez a tanács ettől nem válik kevésbé tévessé. Elvégre így sem a hiteleid kifutására vársz a befektetéssel, hanem egy nagy csomó olyan kört kell lefutnod, ami nélkül nem éri meg a befektetés. Hogy mikre gondolok itt előnyökként? Az első a tervezhetőség. Amíg a hiteleid túlterhelnek, addig a saját pénzügyi egyensúlyod visszaállítása, mint ultradövid távú cél magasabb prioritást élvez, mint a hosszú távú tőkeépítés. Ezáltal a pénzügyi terveidből sok bizonytalanságot iktatsz ki. A második a kockázatcsökkentés. Lehet, hogy kifejezetten kockázatkereső típus vagy, a hitelt viszont havonta kell fizetned, a befektetésből pedig jóval később várható eredmény. Ha nem jön be a terv, akkor a végrehajtóval beszélgethetsz a befektetésedről. A harmadik a költségcsökkentés. Miért kockáztatnál egyetlen fillért is bármilyen befektetéssel, hogyha az eredményt nagyvonalúan odaadod a bankoknak? Végül, de nem utolsó sorban pedig a hozam növekedés. Ha a hiteled mondjuk 15%-os kamatot elvisz, a befektetésed pedig 10%-ot tud hozni neked, akkor logikus, hogy vagy csökkented a hiteleid kamatát mondjuk egy hitelkiváltással, vagy a pénzedet olyan helyre viszed, ahol a legtöbbet hozza. Ez nyilván nem zárja ki, hogy egy minimális összeget emeled befektess és kipróbáld magad ezen a területen is, viszont a legtöbbet ekkor az előtörlesztéssel fogod elérni. A következő tévhit már a befektetéseket érinti, vagy inkább kerüli. Eszerint a befektetés rizikós, nem tanácsos spekulálni. Ez sok embert visszatartott már attól, hogy banki lekötésen vagy állampapíron kívül bármibe is elhelyezze a pénzét. De milyen szerencse, hogy nem is kell spekulálnod. A befektetés és a spekuláció ugyanis két teljesen külön terület. Olyannyira eltérő a két fogalom, hogy szinte az egyetlen közös bennük, hogy mind a kettőhöz kell pénz. Ez viszont egy olyan hit, ami valamennyi igazságot tartalmaz. Minden befektetésnek van ugyanis kockázata. Hiszed vagy sem, még a készpénz, a bankbetét, vagy a sokak által kedvelt állampapír is rizikós. Ha megnézed a képet, akkor láthatod, hogy ezek a befektetések jellemzően az infláció alatt teljesítenek. Így, ha számszakilag gyarapodik is a pénzed, azt a kockázatot mindenképpen magukkal hozzák, hogy ahogy az idő telik, egyre kevesebb terméket vagy szolgáltatást vehetsz majd a kamatokkal megnövelt összegből. A hagyományos értelemben vett befektetések esetében is kifejezetten rizikós tud lenni bármelyik, abban az esetben, hogyha egyáltalán nem értesz hozzá. Ekkor ugyanis nem fogod tudni, hogy mikor melyik lépés a helyes. Nagyjából úgy, mint az autóvezetésnél.
Ha soha életedben nem láttad, mi is a feladat, könnyen összekeverheted a féket a gázzal, ami komoly problémák forrása lehet. Ettől még az autóval nincsen baj, csak meg kell tanulni használni. Miután már ezt megtanultad és kellő rutinnal kezeled, már nem nézel szembe azzal a rizikóval, amit egy teljesen zöldfülű vezető könnyen elkövet. Ugyanez igaz a befektetéseknél is. Ezt a kockázatot csökkentheted, hogyha alacsonyabb kockázati szinten rendelkező eszközt választasz, és közben megismered a többit, vagy akár a pénzed egy kis részével ki is próbálod. Az ötödik és egyben utolsó elavult tanács, miszerint a pénzed felosztását az életkorod határozza meg. Talán te is ismered a szabályt, hogy ahány éves vagy, annyi százaléka legyen a pénzednek kötvényben, ezt a százalékot 100-ból kivonva pedig megkapod, hogy hány százalék legyen részvényben. Ez alapján egy 20 évesnek 20% kötvény és 80% részvény arányt, míg egy 60 évesnek 60% kötvény és 40% részvény arányt javasoltak. Ez egy Amerikából indult hit, amit az ottani nyugdíjcélra gyűjtőknek javasoltak. Ott és akkor teljesen megállta a helyét, elvégre abban a környezetben a kötvények infláció felett teljesítettek, így a nyugdíjtőkét értéken tartották, de túl nagyot már nem kockáztattak egy olyan korosztálynál, amelyiknek a napi megélhetése is függhetett ettől a pénztől. Arról nem is beszélve, hogy az ügyfelek tömeges kezelése lassú és nehézkes volt az internet idejének hajnalán. Így inkább javasoltak egy olyan módot, amely kevesebb rizikót és egyben kevesebb hozamot ad, de ezzel elégedett ügyfeleket biztosít, mintsem egy olyat, amely adott esetben sok millió ember időskori megélhetését tette volna kockára. Jogos a kérdés, hogy mi ezzel a probléma manapság? Az első, hogy a technológia fejlődik. Ma már nem kell postai levelet küldeni az ügyfélnek, hogy egy előre egyeztetett időpontban szíveskedjen személyesen bemenni az irodába, aláírni egy papírt 3 példányban, amit a pénzintézet 5 nap alatt végre is hajt. Ez egyetlen gombnyomás és pár másodperc is elegendő. A másik gondom, hogy odáig nem csak jól hangzik, hanem színigaz és követendő, hogy egyre inkább súlyozd át a befektetésedet az időtávnak megfelelően egyre inkább biztonságos helyre. De ez a szabály kifejezetten a nyugdíjcélú megtakarításokhoz jött létre, ahol nagyjából azonos életkorban lejáró és nagyjából hasonló kockázati szinten kezelt pénzről beszélünk. Azaz ebből biztosan kimarad, hogyha hozzád más kockázati szint illik. Ez pedig eltéríti a hozamodat, mégpedig rossz irányba. Ha alul választasz, akkor az eredmény is alul marad az elérhetőhöz képest. Túlzott kockázatvállalás esetén pedig az előző pontban már említett, hozzá nem értésből fakadó veszteség jön elő, ami szintén nem előnyös. A harmadik probléma pedig az időtáv. Ez a táblázat a nyugdíjvagyon felépítéséről szól, nem pedig a teljes vagyonod kezelésére. Továbbá abból indul ki, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése után vissza is vonulsz. Sok 60-70 éves ma még nagyon is aktív, lehet, hogy még munkában van, így a nyugdíjvagyonának is van lehetősége gyarapodnia. Az állampapírok és vállalati kötvények viszont a mostani inflációs környezetben nem alkalmasak arra, hogy értéken tartsák be vagyont. Erre más megoldást kell használnod. Nézzük meg, hogy mi az, amit te magad is tudsz tenni annak érdekében, hogy ez a pont ne érintsen. Ne feltétlenül azt nézd, hogy hány éves vagy fizikailag. Ehelyett nézd meg, hogy milyen célokkal rendelkezel, mikorra szeretnéd elérni, és ehhez keresd hozzád illő eszköz. Magyarán ugyanúgy használd a pénzügyi terveid elkészítését, mint ha bármely életszakaszban levő lennél. Ha ez egyedül nem megy, akkor sincsen gond, kérd és segítünk.